Az utóbbi hetekben többször jöttek szembe velem a neten a makói gázzal és a börzsönyi aranyjal kapcsolatos megnyilvánulások. A makói gáz körüli ügyletekről van egy videóm a csatornámon, 298. sorszám alatt, a linkje a leírásban is megtalálható egy másodpercet sem adnék az ügynek az életemből, ha a köművesek, érsebészek, targoncások vagy villamos villamosmérnökök kardoskodnának a szakértők ellen a valósnak tartott értékek mellett, de nem ők, hanem szakértők vitatkoznak szakértőkkel. Így már azért elgondolkodtató a dolog. Itt van a a makóigáz, a börzsönyi, lahócai arany, a recskiréz, amelyek külön-külön is gazdaggá tehetnék az országot, hát még együtt. Még egyszer mondom, nem a budaörsi szülői munkaközösség vitatkozik a témában a szakértőkkel, hanem szakértők. Már csak azt kéne eldöntenünk, hogy a szakértők melyik csoportjának higgyünk. Ehhez azt kéne, hogy lássuk, ugye, kiket, kik, kik fizetnek. Ezért kéne ebben minél több embernek belásni magát. Amit pedig emellé még erősen ajánlok, az a háború a nemzet ellen című négy részes, négyszer egy órás riportfilm a 2000-es évek elejéről, amit mindenképpen leszedálva ajánlott megnézni a Düroham a tehetetlen dű elkerülése véget. Részletesen ismertetik benne, hogyan hirdáltak el a vezéreink az 1989-es politikai rendszer követően a magyar nép nemzeti vagyonát. Szebb jövőt.